A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Vendéglátás és főzésmesteri fokon a Nálatok Mizu mai vendégeit a 67 Sigma étteremből hívtam, mégpedig azért, mert egy nagyon jó apropója van most ennek, hogy most erről beszélhessünk, illetve velük beszélhessünk, úgyhogy szeretném, hogyha megismernék a mai műsor vendégeit, Horváthné Murányi Mercedest, aki az étteremben sous-chef, ha jól ejtettem. Szeretettel köszöntelek, örülök, hogy itt vagy. Köszönöm én is, hogy itt lehetek. Itt van Mercedes párja is velünk, a férje, aki szintén itt dolgozik. Horváth Bencét is köszöntöm, aki séf, ugye? Igen, igen, igen. És itt van velünk az étterem tulajdonosa is, Lerner Lóránt, aki egyébként több titulussal is rendelkezik, többféle területen ismerhetünk téged, úgyhogy nagyon szeretném, hogyha ezekről is beszélgetnénk egy kicsit a műsorban. Köszönöm, hogy itt vagy. Köszönöm szépen, hogy itt lehetünk. No, ahogy mondtam itt az előbb a felvezetőben, van egy nagyon jó aktualitása annak, hogy ti most itt vagytok, ugyanis a 67 Sigma már Michelin tányérral ajánlott éttermek közé sorolták, és ugye, ha nagyon pontosak akarunk lenni, akkor ezt ma vehettétek át. Úgyhogy kicsit beszéljünk erről, ugye az én műsorom címe Nálatok Mizu, úgyhogy most ez szerintem egy nagyon jó apropója ennek. Mi újság nálatok? Kicsit beszéljünk erről most, hogy ez egy nagy öröm. Hát nagy meglepetés volt, ez tény, tehát ha így lehet ilyen kulisszatitkokat elárulni, akkor konkrétan a erről szóló tájékoztató e-mail az a spamek között a levélszemétbe érkezett, és ott figyeltem fel rá, hogy fú, mondom, ez valami más lehet, akkor szép ékes francia nyelven volt egy leírás, gyorsan átolvastam, és küldtem tovább a Bencéknek, hogy úgy néz ki, hogy egy meghívást kaptunk a Michelin átadóra, ennyit tudtunk csak róla is, hogy mindenkit nagy szeretettel várnak a két főt, és hát vártuk már az alkalmat, és egy csütörtök estére voltunk gyakorlatilag hivatalosak a Millenárisba, Bencével felutaztunk, és ott mindenki tűnkörült, mi izgultunk, hogy azért mi lesz, hogy lesz, miért is vagyunk itt, tényleg meglepetés volt. Uh-huh. Bence, akartál hozzáfűzni valami? Nem, annyit akartam csak itt az elején hozzáfűzni, hogy direktben nem készültünk ilyesmire. Úgyis igazából bár olvastam, hogy lesz itt vidéken is Michelin kalauz nálunk idén először, de nem kerestük azt, hogy ki lehet ellenőr, nem néztük, a felszolgálók nem figyelték, mindenkivel igyekeztek ugyanúgy bánni. Úgyhogy már csak ezért is meglepetésként ért, hogy egyáltalán voltak nálunk Michelin ellenőrök, és bekerültünk. Ezt egy picit vesézzük ki, hogy akkor ilyenkor mi történik, ti azért jobban belelátok, hogy akkor ezek szerint nem számítottatok arra, hogy valaki jár nálatok. Mit csinálnak ilyenkor, mit figyelnek? Hát én Michelin ellenőr, úgyisten igazából ilyenkor... Utólag tudtuk meg, hogy mi a menetrendjük. Igen. A felszolgálástól elkezdve a millióig az, hogy mi szerepel a tányéron, milyen alapanyagokból, hogy van elkészítve, akár milyen konyhatechnológiákkal, hogy passzolnak egymáshoz az ízek, nagyon sokféle dolgot figyelnek. Itt a kínálat, milyen hangulata van az étteremnek, úgyhogy egy nagyon tág, szóval, hogy nagyon sok mindent figyelnek ilyenkor. Passzol-e a zene, bemennek a mostóba, a női mostó, férfi mostó, hát a férfiak a férfi mostóba természetesen, ők a női mostóba megnézik, a tiszta, kimondnak-e, nem tudom, mindenféle a szappan, nem tudom, kézmosó, kézápoló, stb. Tehát tényleg egy elég széles spektruma van annak, amit ők figyelnek, de elsősorban az, hogy ha bejön egy vendég, akkor ő hogyan érzi ott magát, milyen kiszolgálást kap, és milyen ételt kap, és az jól van elkészítve, és tényleg a Ganzegál az egészet megnézik, hogy ez ha egy vendégélményről van szó, akkor az működik-e, vagy nem. És kiderült, hogy nálunk háromszor vagy négyszer is jártak az év folyamán, és valószínűleg megfeleltünk sok mindennek, úgyhogy nagyon örültünk neki, mikor
Ugye ABC-s forintbe hívták fel, vagy jelentették be, és hát így a 60-i cigmával azért mi a legelsők voltunk, és én csak annyit súgtam a Bencének, hogy figyelj, nem tudom, mi lesz itt, de ha ki kell menni, akkor menjél ki te, mert te vagy a séf. És ezt így kimondta, és mondták, hogy a 60-i cigbe, és így meg voltunk lepődve tényleg teljesen, úgyhogy nagyon nagy meglepő volt. Igen, azt olvastam, hogy ezért nem túl sokan kapják meg így a térségből. Egyébként, de hányan voltatok az úgy országos szinten, mit elmondani? Hát szerintem 30, körülbelül egy 30 étterem volt lehet, hogy mi. Hát egy kicsit több lehet. Akkor lehet, de... Nem sok. Mm. Tehát a több ezer étterem, szálloda étterem és étterem közül azért tényleg kevés vendéglátó hely volt ott, úgyhogy mindenkinek nagyon örültünk, aki ott megjelent, meg aki ott kapott bármit is, úgyhogy tényleg egy nagy megtiszteltetés. És főleg az, hogy a vidék. Tehát ez egy hatalmas lépés mindenféle szempontból. Tehát turisztikai szempontból is szerintem az egész országnak egy jót tesz, hogy ugye nem Budapestet, hanem Magyarországot tették most fel azért egy turisztikai térképre. És nagyon, azt hallottuk másoktól, ott azért tényleg sok emberrel, szakemberrel beszélgettünk, hogy azzal, hogy mondjuk egy-egy régióban van egy, kettő vagy három, teljesen mindegy, hogy most Michelin csillagos, Michelin tányéros vagy bibgurmanos étterem, gyakorlatilag az egész turizmus vonzás az sokkal erősebb, sokkal nagyobb. Ezek az éttermek azért bizonyos szempontból, vagy vendéglátóhelyek bizonyos szempontból azért mágnesként szerepelnek, és mellett akkor keresik a megfelelő szállásokat, a megfelelő programokat, tehát az gyakorlatilag itt a városnak, vagy a város környékének is nagyon jót tesz. Nem szabad elfelejteni, hogy tényleg olyan szerencsés állapotban vagyunk, hogy Móron is egy nagyon kedves étterem megkapta, illetve azt hiszem, hogy jól emlékszem, akkor Etyeken is, ami szintén a megyét jelenti. És hát azért, ha egy picivel tovább megyünk, csak egy picit arrébb húzzuk a kormányt, akkor ugye Tatán pedig egy kétcsillagos kapás, vagy két Michelin csillagos kérdemlést kapott a Platán étterem, ami azért hatalmas elismerés. Pest Istvánéknak is, meg a vidéknek is szerintem ilyen szempontból, hogy azért lehet vidéken is. Egy picit meséljük el ezt, hogy ugye ez Michelin tányér, és a csillag között mi a különbség? Ugye ez úgy tudom az előszobája a Michelin csillagnak, és ez mi mindenre köteleztiteket a jövőben? Nincs úgy tudjuk. Hát gyakorlatilag mi szeretnénk ugyanúgy menni tovább, és ugyanazon az úton menni tovább, ami eddig volt. Kötelezést ezt igyekszünk máshogy felfogni, nem a Michelin tányér kötelez minket rá, hogy továbbra is igyekezzünk a minőségi alapanyagokból minőségit alkotni a vendégeknek, hanem a magunkkal szemben támasztott igények azok, amik... És inkább ennek a velejárója a maga a Michelin ajánlás, mint fordítva. Tehát nyilván a színvonal az semmiben sem fog csökkenni. De hogy azért még arra, hogy rátegyetek egy lapáttal, hogy mégiscsak ez a Michelin csillagot legyen, az jelent valamit, vagy úgy gondoljátok, hogy itt minden megvan maximálisan, hiszen hát ezt most elismerték. A csillagért én úgy gondolom, hogy soha nem is dolgoztunk azt... Nem tűztem ki karrierem során soha a szemem elé, hogy csillagot kapjak. Részben azért, mert eddig nem volt vidéken. Részben meg azért, mert nem tartottam soha fontosnak. Nekem az fontos, hogy a vendégeink boldogan távozzanak az étteremből, és a továbbiakban is úgy gondolom, hogy ezt a célt tartom inkább a szemem előtt, mint az, hogy csillagot kapjunk. Amikor ugye együtt elkezdtük egy csapatként az éttermet csinálni, akkor volt több sajtós megkeresés, és ott mi ezt el is mondtuk, hogy nekünk nem célunk az, hogy nem tudom, bármilyen, ilyen, teljesen mindegy, hogy milyen elismerésben, de részesüljünk. Egyetlen egy elismerés, hogy jöjjenek vissza a vendégek, ez tényleg az a legfontosabb. És ezt tartjuk most is. Tehát másnap is el kellett menni a piacra, meg kellett hámozni ugyanúgy a répát, a gombát meg kellett nézni, hogy megfelelő, stb. Tehát mindent ugyanúgy kellett csinálni, mint Michelin kiválasztás előtt. És ez az egyik része. A másik része pedig az, hogy mondjuk valakinek Michelin, ugye ez mégis valamennyire még ismeretlen Magyarországon is, főleg a vidéki éttermeknél, azért az, hogy nagyon sokat járunk külföldre, beülünk éttermekbe, beszélgetünk, és,
És azért az mindenhol visszajön, akár Magyarországon beszélgetünk eddigi budapesti ismerősökkel, szakemberekkel, vagy külföldön, hogy egy Michelin csillag, vagy egy vagy kettő, most teljesen hány, bármiről beszélünk, az akkora felelősség, ami gyakorlatilag annak az elvesztése, az azt jelenti, hogy akár így be lehet csukni az ajtót, uh-huh. meg lehet gyújtani egy gyufát, aztán lehet átmenni, nem tudom, ácsburkoló, vagy bármilyen szakmára, mert gyakorlatilag tényleg egy hatalma, akkora felelősség és egy akkora párfordulást tud okozni egy csillagnak az elvesztése, ami szerintem annyit nem ér számunkra, legalábbis az sokkal fontosabb, hogy jöjjön vissza az a vendég, és érezze jól magát, vagy hozzon magával valakit, aki, vagy hozzá el a családtagjait, barátait, és élvezzék együtt még egyszer azt a vendégszeretetet, amit tőlünk kapnak, meg az ételeket. Mielőtt kezdtük a műsort, akkor mesélted, hogy na hát éppen ma jöttek, és kezetekbe nyomták ezt az elismerést. Nagyon kedvesek voltak, úgyhogy megjelentek 11 órakor, tényleg 2 óra, és hozták hozták a plakettet, és úgy fogdoztuk, hogy úristen, nehéz, fémből van, hova rakjuk. Igen, az ember azért... De jól esett, megmondom, szerintem mindenkinek jól esett. Igen, ahogy mondtam is, hogy nem kifejezetten a Michelin ajánlásért vagy csillagért küzdünk, de az elismerés azért nyilvánvalóan jól esik, és nagyon örülünk neki, hogy sikerült a szakmán belül egy objektív bírától is kiérdemelnünk azt, hogy elismert, hogy igen, egy jó étterem vagyunk. És... Uh-huh. Ez mondjuk biztos, hogy egy csapatmunkának az eredménye, de nyilván azért hoztad magaddal pont őket, akik ugye részben ugye tesznek azért, hogy elégedettek legyenek azok, akik betérnek hozzátok, és tényleg nagyon jókat, finomakat tegyenek. Úgyhogy beszéltük, hogy nem nagy létszámmal dolgoztok, mégis hát nagyon sokakat kiszolgáltok. Én hát legszívesen mindenkit elhoztam volna, mert tényleg a Lacitól kezdve, aki nálunk ugye a mosogatást és az egyéb dolgokat végzi, ő is ugyanolyan fontos tagja a csapatnak, mint a séfünk, és ezt nem dehonestálóan mondom, hanem tényleg így van, mert mindenki egy nagyon jó és nagyon erős láncszem kell, hogy legyen ebbe a gépezetbe, mert ha nem működik, ha ott megakadnak tényleg a fogaskerekek, akkor lehetünk mi bármilyen Oscar-díjas és nem tudom, mindenféle Nobel-díjas szakácsok, felszolgálók és tulajdonosok, akkor nem tudjuk ugyanazt nyújtani, amit most. Úgyhogy tényleg itt kellene lenni az összes többi kollégának is, nem vagyunk sokan, de... Ahogy mondtad például, hogy nagyobb létszámú embert is kiszolgálunk akár rendezvényeken, itt pont ez a csapatmunka az, ami elengedhetetlen, és ami nélkül nem sikerülne. Uh-huh. Mert hiába rakunk össze akár egy menüt, vagy beszélünk meg bármit, hogyha nincs ott a másik három ember, aki ezt fizikai valójában megvalósítsa, esetleg a másik részéről még pluszba hozzászervezzen, hogy jó legyen, akkor nem megoldható ez a fajta. Ezt el is kell vinni, ott ugyanúgy fel kell tenni az asztalra, vagy oda kell, át kell adni a vendégnek, mintha nálunk lenne az étteremben. Tehát azért egy meghívást jelentett. Igen. És legalább azt a minőséget elvárják, mint ott lenne az ember az étteremben, és csak mondjuk, nem tudom, 7-8-10 métert kellene csak egy-két-három-négy tányérra menni. Uh-huh. Nehéz. Amikor én először jártam nálatok, akkor talán ilyen kisebb desszerteket láttam, és nem fogyasztottam, csak szerettem volna, mert én nem fogyasztok édességeket, de amikor megláttam azt a desszertet, azt mondtam, hogy úristen, ha én ezt most megenném, ha kedvet kapnék, illetve hát ennék, akkor biztos, hogy megenném, és nagyon finom lenne. Tehát, hogy olyan látványában is annyira különleges és gazdag az, amit ti csináltok, hogy például most a Facebook oldalatokat gyorsan végigpörgettem, hogy egy picit tudjak rólatok valamennyit, és hát ott is látok ilyeneket, hogy kovászos uborka, krémleves, jól láttam? Igen, tehát, hogy igen, olyan igen, különlegességeket igen, csináltok, amit nem biztos, hogy más helyeken csinálnak. Hát igyekszünk, nem is azt mondom, hogy nagyon különlegességeket csinálni, mert nem feltétlenül különlegességeket, de egy kicsit akár modernizálni a régebbi magyaros ételeket, és egy megfelelő ízvilággal jól összerakva, szinte mindent házilag elkészítve, mert például a kovászos uborka krémleves, az is mit csináljuk a kovászos uborkát, így megmutatni a vendégnek, hogy egy másik perspektívából is lássa az ételeket akár. Uh-huh. De ugyanez vonatkozik a desszertjeinkre is, amivel párom foglalkozik.
szinte csak és kizárólag amúgy az étteremben. Ott most van például fönn szezonális ajánlatban egy somlói galuska. Ez például egy teljesen újra gondolt, fogjuk rá, hogy újra gondolt, modernizált somlói, de visszaadja a somlóinak az ízét, csak egy másik köntösben, arról talán párom tudna jobban mesélni, hogy ez hogy áll össze. Hát igazából így elemeire szedem a somlóit, ugye a dió, a kakaó, a piskóta, és akkor ezt mindegyikből egy ilyen, hogy is mondjam, ilyen új formájában rakom a tányéra igazából, a vaníliát is, abból például egy muszt csinálok, a mazsola, ugye az is fontos, az is krémeket csinálok belőle, úgyhogy... Ti nem gondolkodtatok még azon egyébként, hogy illetve hát egy jó kérdés is az, hogy mit gondoltok ezekről a tévében futó versenyekről, és hogy gondolkodtatok-e már hasonlón, hiszen hát egyébként ebben a műsorban is volt már olyan, aki meg is nyert egy ilyen műsort. Tehát, hogy van-e ennek annyira nagy létjogosultsága, vagy mennyire gondolkodtok ti hasonlóan? Gondolkoztam a versenyekről, és pont azért meggondolkoztam róluk, nem indulok ilyeneken. Ezt nem tartom feltétlenül realisztikusnak ezeket a tévében futó versenyeket. És egy kicsit úgy gondolom, hogy a szakácspályát is rossz irányba viszik. A szakácsnak lenni, séfnek lenni, vagy akár a vendéglátás bármely területén dolgozni, közel nem az, mint amit az ember a tévében lát. Ez egy kicsit túl romantikázzák ezt a fajta munkát. Ez egy ugyanolyan munka, mint az összes többi. Ugyanúgy, ha valaki jól akarja csinálni a munkáját, mint bármi más, ezt szívvel, lélekkel kell csinálnia, de reggel pontosan meg kell jelenni, pontosan be kell tartani, hogy miket kell csinálni, közben figyelni kell a tisztaságra, mindenre, ami el van várva, és a nap végén ugyanúgy lerakja a kötényt és hazamegy, és jó esetben elfelejt és foglalkozik a családjával. Uh-huh. Igen, egyébként ezekről a műsorokról nekem mindig az jut eszembe, hogy vannak azok a műsorok, amikor szakmabeliek versengenek egymással, és van olyan, amikor egyáltalán semmi közük nincs hozzá, csak mondjuk vagy kedvük van hozzá, hogy főzenek, vagy lehet, hogy az sincs, tehát hogy mondjuk lehet, hogy színészek vagy sztárok, celebek vesznek részt ilyen műsorokban, és mindig az jut eszembe erről, meg még régen ezekről a Gordon Ramsay-s műsorokról, hogy valóban tényleg így van-e az, hogy a konyhában ennyi idő van arra, hogy összerakjanak valamit, mert szerintem ez tényleg akkora stresszel jár, és akkor erősítsetek meg ebben, hogy valóban... Biztos azért vannak olyan ad-hoc jellegű feladatok, amikor tényleg... Vannak ad-hoc jellegű feladatok, így van konyhában is, bár egy konyhában az a jó, hogyha az ember tervezni tud. És általában akkor is működik jól egy konyha, hogyha ha mondjuk a napját azt előre betervezi. Vagy akár több napját előre. És úgy van előkészülve, úgy van minden összerakva, hogy a végén mindent frissen csinálunk, de az alapanyagok ott legyenek a kezünk alatt, ott legyenek előkészítve, már külön ne kelljen bajlódnunk semmivel. Azért ez nem olyan, mint egy főzős műsor, ahol nézni nem rossz, valamire. Mert akciódús, de egy konyhában, ha ilyen akciók vannak, az általában rosszat jelent. Meg hát azért sokat számít az, hogy azért egy konyhán nem egyedül kell megmérettetnünk, szóval ott vannak a többiek, hogyha mondjuk valamit tegyük fel, időre kell megcsinálni, mert mondjuk délre már jönnek a vendégek, és kész kell, hogy legyünk, akkor olyankor mindig segítünk egymásnak pont azért, hogy minél hamarabban kész legyen, és ne egy ember szívjon vele, úgymond. Szóval fontos, hogy segítsük egymást mindig, hogyha valaki esetleg elakad, vagy nem tudja olyan gyorsan megcsinálni, vagy bármi tényleg. Fontos, hogy segítsünk. Ami szerintem egy erőssége tényleg az étteremnek, meg az étteremben dolgozó csapatnak, hogy csapatként tud dolgozni. Tehát, hogy persze vannak surlódások, stb., de csapatba dolgoznak. Tehát ami nagyon fontos, hogy a felszolgálók is, és a konyhán dolgozók is együtt tudnak működni. És láttam olyat, amikor nem tudtak együtt működni, olyan felszolgálók voltak, és most azért akikkel most dolgozunk, ők nagyon jók, és nagyon, nagyon jó csapatot, elegyet alkotnak. Uh-huh. És ez, amiről beszéltem, ezek a fogaskerekek, akkor nem nyikorognak, csikorognak, meg kitörnek, hanem nagyon szépen működik minden. Uh-huh.
Ha egy napotokat vesszük, akkor az úgy nagyjából hogy néz ki? Tudom, hogy nem olyan könnyű kérdés, mert gondolom, hogy minden nap teljesen más, de azért ugye a napi munkátok az hogy néz ki, mondjuk a séfébe belelátva egy picit, vagy a szúséfébe, vagy a tulajdonoséba? Azt így, bocsánat, csak így, tehát mind a hárman, sőt, feleségem együtt négyen vagyunk benne tulajdonosok az étteremben, uh-huh. tehát a Bencét is és a Mercedes-t is felkértük, hogy ha ők is úgy gondolják, akkor ezt, mi tényleg úgy gondoljuk, hogy ezt együtt csináljuk, ezt az étteremet, akkor váljanak ők is tulajdonossá uh-huh. benne. Úgyhogy az, hogy feleségem a többségi tulajdonosok vagyunk, és a kisebbségi tulajdonosok pedig uh-huh. a Mercedes-ék és a Mercedes és a Bence. Nekünk ez megnyugvás, remélem nekik is, úgyhogy uh-huh. inkább kötelesség, mint jog, de azért más szerintem ez. És uh-huh. ezt nem kikényszerítettük, vagy nem, hanem mi kértük, hogy, uh-huh. hogy gondolkozzanak azon, mert mi ezzel szeretnénk őket is megtisztelni abban, hogy hosszú távon gondolkozunk, akár igen. velük, akár az étteremmel is, és ez fontos szerintem. Igen, ez fontos, meg a munkán is látszik, hogy köztünk és mondjuk a Lóránték között is megvan az a kölcsönös bizalom, aminek meg kell lennie ahhoz, hogy stabilan tudjuk hozni akár a színvonalat, akár a rendezvények lebonyolítását, uh-huh. mindent. És akkor ennek tükrében, hogy ennyi tulajdonos van, hogy néz ki a napotok? Hát az én napom, az úgy néz ki, hogy reggel valahogy a Merci felkelt. Tényleg így van. Ez mit jelent időben? Korán kell kelnetek? Nem, annyira nem kerünk korán. Kilencre járunk jobbára dolgozni. De gondolom nem is ez a lényeg, ez csak azért van, mert nem vagyok az a korán kelős típus, ami mondjuk lehet, hogy az a szakácsoknál fura. De jobbára beérkezem az étterembe, át szoktuk nézni a többiekkel a tennivaló listát aznapra, mindenkivel meg szoktuk beszélni, hogy kinek mit kéne csinálnia, ha rendezvény van, kinek melyik rendezvényre mit kéne készülnie. Ugye van heti menünk az étterembe, amit minden délben lehet tőlünk kérni. Akkor mondjuk, ha egy keddi napról beszélünk, akkor ugye fontos az az első dolgunk, hogy azt frissen akkor megfőzzük. Emellett ugye átnézzük azokat az étlapos ételeket, amikből mondjuk valami elfogyott, valamit rendelni kell, valamit elő kell készíteni. És akkor szépen mindenki neki áll dolgozni. Nekem, hogyha esetleg papírmunkám van, akkor ilyenkor szoktam még azzal foglalkozni. És akkor 11:30-kor elkezdődik nálunk az ebédszerviz, az ebédidő. Amikor elkezdenek jönni a vendégek, akkor én mondjuk már személy szerint azt szeretem, hogyha a többieknek nincsen nagyon extra dolga, addigra úgy azért végeznek a dolgokkal. És 11:30-től olyan 3-ig igyekszünk nem csinálni mást közben, akkor csak a vendégekre fókuszálunk, hogyha ha jön be rendelés, jönnek ebédelni a kedves vendégek, akkor csak azokkal a tányérokkal, csak azokkal az ételekkel próbálunk foglalkozni. És akkor a 3 óra körül, amikor vége az ebédnek, akkor ugye természetesen mindenki vissza a kis saját rutinjába, a kis saját dolgaival, esetleg amit nem sikerült befejeznie, ami jött be esetleg plusz, és akkor folytatjuk este ugyanez. Uh-huh. A szúséfnek milyen a napja? Hát igazából nagyjából hasonló. Én úgy szoktam csinálni, nekem kell az, hogy mondjuk ma, ugye, hogyha valami elfogy, nekem muszáj az, hogy én fölírjam magamnak egy listára, mert holnapra biztos, hogy elfelejtem, úgyhogy nekem mindig van egy kis listám, hogy éppen aznap miket kell csinálnom, és akkor igazából úgy próbálom beütemezni, hogy ami hosszabb idő, ugye azért én tálalópályás vagyok, meg hidegpályás, szóval az előételeket is én csinálom, meg ugye a desszerteket is, úgyhogy próbálom úgy ütemezni a napomat, hogy mindig, ami hosszadalmasabb, azt veszem előtérbe, hogy biztos, hogy elkészüljek vele. De egyébként a napi reggeli rutinban mindig benne van a kenyérkészítés, az, ami minden nap fix, mert ugye házilag csináljuk a kovászos kenyeret, úgyhogy a kis körepályás fiunk csinálja, a Zsombi, most ő a legfiatalabb nálunk a csapatban, úgyhogy ő a kis pékmesterünk. Hát, amit még kihagytak, de szerintem csak azért, mert csináljuk és nem beszélünk róla, az, hogy folyamatosan jönnek ugye a megrendelések, tehát azokat mindig átbeszéljük vagy a Mercivel, vagy a Bencével, hogy akkor
nem tudom, vagy valami nagyobb rendezvény van, vagy esküvő, vagy születésnap, vagy bármilyen olyan nagyobb foglalás, ahol külön menüt kérnek, vagy mivel készüljünk, ugyanezt megcsináljuk akár a felszolgálókkal is, hogy milyen italokra van szükség, miből fogyott el, mire kell még rárendelnünk, és folyamatosan jönnek ugye a szállítók, azt szerintem napi szinten jönnek, mert vagy ez, vagy az, vagy amit, tehát hogy folyamatosan tényleg hát van egy ilyen áruátadás, áruátvétel, ellenőrzés, lepapírozás, elrakás, tehát hogy ezek a tényleg észre se veszi az ember, csak én a pénzügyi részét láttam a dolgoknak jobban, hogy az folyamatosan tényleg egy jó nagy stóc papír összejön azért a hónap végére. Akartál valamit mondani? Nem, még itt az árukról jutott eszembe, hogy aktuálisan még ami a napi rutinhoz szokott tartozni, az ugye használunk környékbeli termelőktől is például nyersanyagot, akár mangalica füstölt árut, vagy kecske sajtot, tehén sajtot. Ezeket nem mindig tudják elhozni az étterembe. Úgyhogy azért az elő szokott fordulni így napi rutin részeként, hogy mondjuk reggel még munka előtt akkor elszaladok akár a mangalica telepre, ahol frissen készítik a sonkát, vagy a sajtoshoz, és akkor még gyorsan egy-két alapanyagot beszerzek tőlük. Uh-huh. Igen, azt azért nagyon fontos megemlíteni, hogy ti csak szimplán hazai áruból szeretnétek ugye dolgozni, és ha jól tudom, akkor van egy farmotok is, ahol van egy birtok, saját magatok termesztetek dolgokat. Így van. Úgyhogy ez egy régi, mert most már nem tudom, 2007 óta van meg, és azóta így szépen így tényleg így lépcsőről lépcsőre, szó szerint tégláról téglára lett újraépítve. Ott lovak vannak, mondjuk azok ilyen szabadidős használatra, de vannak saját nevelésű sertéseink, tyúkok, tojás miatt, fűrjek, fűrtojás miatt, csirkék, kacsák, libák, nem tudom, birkákat eladtuk szerencsére, úgyhogy... Uh-huh. Úgyhogy ott azért megvan, van egy kis veteményes, onnan is tudunk behozni, van gyümölcsös, onnan is lehet behozni, bodzát leszedjük a környéken, a legelőn vagy a legelő melletti területről, tehát azért elég sok mindent be tudunk, a diót, mogyorót, egy nagyon kedves barátunk nem olyan messze ettől a birtoktól Soponyán, ő például szarvasgombával foglalkozik, és néha meg szokott minket tényleg kedvesen lepni, egy-egy szarvasgombával, és itt isteni finom az is tényleg nagyon jó. Úgyhogy, de saját gomba, most tényleg saját gombatelep van, ugye onnan próbálunk ugye saját magunk részére gombát előállítani. Akkor az talán annak is köszönhető, hogy a stílusos vidéki éttermiségbe bekerültetek, most már nem is tudom hány évvel ezelőtt, néhány évvel ezelőtt, aminek azért van egy ilyen jótékony oldala is. Erről beszéljünk egy picit, mert én emlékszem, hogy amikor ez megtörtént, akkor pont én voltam nálatok forgatni, úgyhogy igen, ez így igen. Nagyon, hát nagyon kedves történet. Nagyon örültünk annak is, hogy gyakorlatilag, ott is az ítészek saját maguk az éttermek, tehát ott azért éttermek saját maguk választják ki, hogy ki lesz a következő tag, úgyhogy az nagy megtiszteltetés volt, hogy oda bekerültünk, és egy nagyon jó csapat, egy nagyon előremutató gondolatú elnökünk van szerencsére, aki hál' Istennek székesfehérvári vagy Székesfehérvárhoz kötődik, és ugye minden évben van több rendezvényünk, ezeken a rendezvényeken vannak karitatív vacsorák, jelenleg az első este az egy karitatív vagy jótékonysági vacsora, gyermekalapítványtól kezdve nagyon sok minden, illetve több olyan programot indított a svét, amiben mi is részt vettünk, akár hátrányos helyzetű fiataloknak a szakmához juttatása, tehát tényleg több hónapon keresztül járt hozzánk is egy fiatal ember, akit Bencék próbáltak megtanítani a vendéglátás, illetve a szakács szakmának a csínyára, bényára, úgyhogy nagy élmény, nem is egy, hanem több, most így belegondolok, azért előtte is voltak. Igen, felszolgálásban. Illetve más ilyen jótékonysági eseményen is részt veszünk. Hát ez nagyon fontos szerintem, és úgy láttam akkor is, hogy ez egy fontos küldetésetek nektek is, hogy ezekben a hasonló helyzetekben részt vegyetek. Hát az ember ott próbál segíteni, és az, amivel lehetősége van, és hát tényleg jó volt látni, hogy,
hogy mekkora örömmel jöttek, és dolgoztak velünk, úgyhogy. De volt, amikor iskola, tehát a vendéglátóipari iskolából jött el egy tanár a diákjaiból, és így szó szerint így meglepték a konyhát, hogy, és megnézték, hogy akkor hol van a szuvíd, mit csinálnak a racionellel, stb. Tényleg egy nem kevés időt eltöltöttek. Az szerintem egy hatalmas élmény volt, mert szerintem azért nagyon sokan nem tudják, hogy néz. Tehát nem úgy néz ki a konyha, mint egy filmstúdió, mondjuk egy, nem tudom, egy bizonyos ilyen szakácskeresteték műsorban, nem, ott azért ez egy ipar ilyen szempontból, vagy ez szakma, és ott lehetett látni, hogy ők életükben először látnak ilyen olyan francia zsámolytól kezdve sok mindent, ami azért előfordul nálunk is, meg máshol is természetesen. Ha már itt az előbb ezt az öngazdálkodást ejtettük szóul, szerintem néhány szó erejéig, de tényleg csak, hogy ne negatívba vigyük el a műsort, azért fontos arról beszélni, hogy ugye most egy nagy energiaválság van, gazdasági válság, ráadásul ugye most említetted, hogy a tojást azt ti megszerzitek, de ugye, hogy tehát, hogy olyan élelmiszerárak is vannak, ami ugye jócskán föltornázza mindenkinek, nektek is az árakat, hogy ezeket hogyan tudjátok ezek mellett mégis megtartani ezt a színvonalat, és hogy egyáltalán nem kell bezárni, nem tudom, a Covid alatt is ugye azért voltak nehézségek, hogy egy pár szó erejéig erről mit gondoltok? Majd később tényleg bővebben nagyon szívesen mesélek, hogy nekünk milyen tapasztalataink voltak. Hát én mindig azt mondom, hogy hát ez is egy, tehát én közgazdász vagyok, bankárkodtam sokat, tehát láttam már nagyon sok ügyfélnél nagyon sok jót, nagyon sok rosszat, tehát azért olyan a kríziskezelésben, vagy problémakezelésben, vagy megérzésében, vagy kockázatkezelésben azért lehet, hogy egy picit nagyobb tapasztalatom van, mint mondjuk másoknak, vagy más vállalkozásoknak, vagy vállalkozóknak. Ezt ki kell bírni. Aki kibírja valamilyen módon is, és próbál előre gondolkozni, előre menekülni, ott azért nagyobb esély van a túlélésre. Ezt nagyon sokan nem tudják valamilyen, bármilyen ok miatt, akár személyes, akár pénzügy, akár munkaerő ok miatt megtenni. Nekünk ebből a szempontból valószínűleg szerencsénk van, vagy korábban kezdtünk el felkészülni ilyen helyzetekre, vagy jobban tudjuk kezelni őket. Nem lesz egyszerű. Tehát nekünk sem lesz egyszerű, senki, tehát egyetlen egy vendéglátóipari egységnek sem lesz egyszerű. Számolgattuk, hogy valószínűleg a legnehezebb az a január-februári időszak lesz, ahol azért az energiárak, vagy az energiafelhasználás, meg a legnagyobb spórolás, meg észszerű gazdálkodás mellett is magas lesz, mert ugye leghidegebb hónapok. Jellemzően azért a vendéglátásban, szerintem a turizmusban is a legkevésbé intenzívebb hónap a január-február, ha csak nem egy sívvidék kellős közepén ül az ember egy hüttébe, de Székesfehérvár még erre, bár több hegy veszik körül, az Öreghegy, Maroshegy, Fekete-hegy azért erre még nem jellemző, és így azért ezt nagyon nehéz lesz szerintem nekünk is, másoknak is túlélni. Abból a szempontból szerencsénk van, hogy mi több lábon állunk, tehát más gazdasági tevékenységünk van, ahol baj van, ott azért az egyik láb az gyakorlatilag ki tudja, vagy láb, kéz, fej, nem tudom, bármi ki tudja segíteni másikat, és azért így egy biztonságosabb vagy biztosabb gazdasági háttérre tudunk nekiállni egy-egy válságnak, most akár a vendéglátóipar, akár a szállodaipart, vagy az ipari, vagy építőipari, vagy bármilyen más tevékenységünket mondjuk, de mindegyiken érezzük, hogy nem egyszerű, de a fák nem nőnek az ég, meg a válságok meg elmúlnak. Én azért azt látom, azért a 98-as válságról szerintem már Bencék nem is tudják, hogy miről beszélek, szerintem nagyon sokan meg még mindig fáj mindenféle testrészük, hogy azért az egy nagyon hirtelen jött gazdasági válság volt. Volt ugye egy 2003-ban is volt egy kisebb, 2007-2008-ban azért egy gazdasági válság és hitelválság volt. Hát most van minden, tényleg. És én sem azt látom, hogy ez pár hónap alatt ennek vége lenne. Tehát én szeptember óta azt látom, hogy gyakorlatilag ez egy hosszabb ideig elhúzódó válság lesz, teljesen más lesz a dinamikája, termékélet görbéje, mint az eddigi elmúlt 20-30 évben levő válságok, és erre nagyon, nagyon nehéz felkészülni. Én a saját tapasztalatom alapján, vagy
bölcsességem alapján azt tudom mondani, hogy fókuszálni kell minden vállalkozásnak, teljesen mindegy, hogy milyen iparágról, vagy majdnem mindegy, hogy milyen iparágról beszélünk a meglevő klientúra, meglevő vevőkörére, és nagyon erősen kell emellett hirdetni és marketing tevékenységeket végezni, mert ezzel lehet szerintem bizonyos szempontból a növekvő energiaköltségek, a növekvő beszerzési költségeket valamilyen módon kompenzálni, csak nagyobb eredménye, nagyobb bevétele, mert sajnos a villanyt akkor is fel kell kapcsolni, ha itt van a vendég, ha egy vendég van, akkor is, ha 100 vendég van, akkor is. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy ti azért itt a spórolásban, ugye nagyon sok cégnél, meg nagyon sok helyen azt lehet látni, hogy na most akkor ugye nem fűtünk annyit, meg nem kapcsoljuk fel a villanyokat, vagy nem tudom, de hát nyilván nálatok azért itt a főzéshez azért kell az energia, meg hát a vendégeknek is kell, ugye, hogy meleg legyen, meg világítás legyen. Hát így viccesen mondogattam a feleségemnek, hogy mostantól csak hideg tálakat fogunk felszolgálni. Igaz, hogy úgy néznek ki, mint egy rendes, jó fajta, nem tudom, rántott karaj lenne, de hideg tálra fog ülni, mert hogy ki fog ülni, mire odaér. Hát nem egyszerű, tényleg nem egyszerű. Tehát észre kell dolgozni. De tényleg egyébként a konyhában valamit próbáltok változtatni, vagy nem lehet ez egy adott? Hát az igazság, hogy nagyon nehéz egy konyhában változtatni. Most egy konyha eleve igyekszik a lehető legkevesebbet használni fölöslegesen. Vannak, amiken változtatunk. Van egy nagy francia ilyen gázos lapunk például, amit például már nem használunk mondjuk szeptember óta, amin szoktunk melegíteni. Azt lecseréltük például ilyen indukciós főzőlapokra. De ezt leszámítva sajnos... Nem nagyon lehet. Nem, nyilván figyelünk, hogy mindenki lekapcsolja maga után mindenhol a villanyt. Nem folyik fölöslegesen a víz. Az ilyen kis apróságokra mindenki odafigyel, de az ételt valahogy meg kell főzni. Uh-huh. És erről jut eszembe, hogy a cukrot is meg kell venni. Ti hogy csináljátok? Mert hogy nektek kell, ugye, sok. Na, Merci használja a legtöbb cukrot, bár nem látszik rajta. A legnagyobb cukorfogyasztó az étteremben a Merci, de nem egyszerű, igen. Uh-huh. Tehát nagyon sok olyan áru van, ami egyszerűen hirtelen nem kapható, és akkor egy ideig nincs. Uh-huh. Nem tudunk mit csinálni. Tehát... Igazából próbálunk arra figyelni, hogy tényleg csak azt vegyük meg most, ha ez lehet nézni spórolásnak, annyira szerintem nem, de próbáljuk tényleg csak azt megvenni, amire tényleg szükségünk van, előre gondolkozni, hogy a csoportokra, a menükre, a kitelepülésekre mi kell, és akkor kiszámolni, ugye, hogy nagyjából miből mennyi kell, hogy ne nagyon vegyünk így fölösleges cuccokat, amiket egyébként nem használnánk. Uh-huh. Úgyhogy igazából az a baj a vásárlásnál, hogy most ami kell, azt úgy is meg kell venni, úgyhogy persze. Nehéz. Egyrésztről, másrésztről, meg ezt most nem tudom, hogy fogalmazzam meg, hogy igyekszünk a saját étlapunkat kicsit rugalmasabban kezelni most, és azért nyilván megértést kérünk akár a vendégektől is, mert előfordul, hogy van egy-egy ételünk, ami aktuálisan nem, bár az étlapon rajta van, mert felírtuk, de lehet, hogy aznap pont nem szerepel rajta. Ennek nagyon sokszor van például árubeszerzési vonzata. Előfordul sajnos nálunk is, akár húsoknál, akár zöldségeknél, De mondjuk többnyire húsoknál, hogy akár a megkért áru az nem tud megjönni, nem akkor érkezik, akár a szállító cég sem kapta már meg az éppen megrendelt húst. Úgyhogy ez most egy ilyen része a vendéglátásnak. Igyekszünk mindig megoldani azzal, hogyha valamink nincs, akkor közben készítünk valamit, ami éppen aktuálisan van benne az étteremben, és van esetleg hozzá alapanyag, vagy aznap tudtam szerezni hozzá alapanyagot, akkor annak a pótlására valami egyéb ételt, ami ugyanúgy finom és minőségi, és akkor ezt amúgy felszolgálni szokták is ajánlani, hogy nehogy az legyen, hogy azt nem szeretnénk, hogy háromféle ételből lesz sem választani nálunk, hogyha bejön egy vendég. Igyekszünk tényleg mindig mindenkinek a kedvére tenni. Hát ez ilyen lavírozós időszak, amikor nem lehet azt mondani, hogy nem hozunk áldozatokat, meg hogy
Ilyen most nincs. Hát és ugye mindenhol ez van. Úgyhogy ezt a zárójelet most bezártuk, és akkor egy picit beszéljünk arról, hogy honnan indultatok, és hogy kerültetek oda, ahol most vagytok. Szerintem kezdjük veled, mert a neved mellett azért föl tudnék egy csomó mindent sorolni, de például a Gyáriparosok Szövetsége, vagy a Székesfehérvár Fejlődésért Alapítvány, és még egy csomó mindent lehetne. Picit mesélj magadról, kérlek, így röviden, hogy mondjuk közgazdászkönyvvel születtél, vagy hogy lettél az, és... Hát akkor nagyon messziről kell kezdeni. Hogy jutsz el az étteremig például? Hát az étteremig nagyon egyszerűen, tényleg ezt az éttermet ugye Herceg Zoltán is a társa alapította még, hát nem tudom, nagyon régen, és mi a feleségem nagyon sokszor voltunk ott vendégek, nagyon szerettük a konyháját, tényleg egy nagyon jó étterem volt ez nagyon sokszor, és mikor ez valamilyen módon értékesítésre került, akkor megkérdezték tőlem, hogy nem szeretnénk-e megvenni. Ez ott volt nálunk az irodában. Én átmentem a feleségemhez, hogy eladó a 67-es étterem, megvesszük-e. Ő csinált egy ilyet, és mondta, hogy szerintem igen, és akkor visszajöttem, és mondta, hogy megvesszük. Ez volt kedden, és pénteken bementünk, hogy hát mi lennénk az új tulajdonosok. Életünkben nem volt éttermünk. Nem is gondolkoztunk rajta, de tényleg szeretjük ez rajtam már azért látszik jobban, hogy a tényleg jókat tenni, a jó éttermeket, tényleg nagyon sokat mentünk országon belül, országon kívül, akár célzottan tényleg gasztronómiai célpontokhoz, nem tudom, Baszkföldtől kezdve nagyon sok felé, és ez egy ilyen szenvedély, tehát ezt soha nem pénzkeresetnek tekintettük mi magunk a feleségemmel, hanem nem is befektetésnek, hanem egy szerelemnek tényleg, és ugye ott nincsenek kompromisszumok, vagy nem kellenek kompromisszumok, nem célzott az, hogy kompromisszumok legyenek, és valószínűleg ez volt az, ami akár most egy ilyen Michelin ajánlásig is elment, hogy nem akartunk kompromisszumokat kötni, és vittük előre először a saját, aztán a közös elképzeléssel a dolgainkat, és nem erőltettük a Bencékre se az elképzeléseinket, annyit kértünk csak, hogy hozzák a legnagyobb kreativitásukat, és én nem emlékszem, hogy a céklen kívül, mert nem szeretem a céklen, azon kívül volt olyan dolog, hogy én beleszóltam volna bármilyen módon is az ételekbe. Úgyhogy tényleg ilyen szempontból mind a ketten feleségem és én is szabad kezet adtunk az ő kreativitásuknak, és hát gyakorlatilag mi szó szerint alázattal megpróbálunk aláig dolgozni, hogy ez, ez ahol kell segíteni, akár most elmenni árut beszerezni, vagy néha tényleg attól szoktak nagyon rosszul lenni, amikor látom, hogy nagyon sokan vannak az étterem, akkor beállok én is, és mondjuk kiviszek két tányért, attól mindenki rosszul van. Muszáj valahol belesegítem, vagy nem tudom, kávét főzni, vagy limonádét csinálni, vagy gin tonikot, vagy bármit, de na, akkor az idős során azért beletanulsz valamennyire a szakmába. Szeretek vendégül látni, az biztos. Tehát az teljesen mindegy, hogy otthon van, itt van, vagy egy étteremben van. Tehát. Na de ez a jelen. Na de ez hogy kerültünk ide? Illetve ugye, hogy mondtam is, hogy több lábon állsz, tehát igen. Hogy azért közgazdász voltál. Hát én úgy lettem közgazdász, hogy végeztem. Az egész családban nem volt egy ember, aki mondjuk be tudott volna fúrni, és egy fúrógép sem volt a családban tényleg a falba bármit is, vagy beverni egy szöget. És azért szüleim kitalálták, hogy hát menjek el egy ilyen műszaki iskolába, régen Ságvári, most Széchenyi Istvánba, ahol én megérkeztem, és mondtam, hogy hát én eredetileg vagy művészettörténészt szerettem volna lenni, tényleg rengeteget tanultam, érdekelt nagyon, aztán jogász, és aztán rájöttem, hogy hát azért a műszaki területre átmenni egy jogi felvételre azért az egy nehezített pálya, és gyakorlatilag a katonaság, egy nagyon rövid katonaság után ott álltam, hogy valamit kellene csinálni, mert tényleg kijöttem és a katonasságtól, és valahol el kell indulni, és akkor indult egy valamilyen, azt mondjam, ilyen bankárképzős tanfolyam, vagy valami hasonlónak csúfolta, és pénzügyek akkor is érdekeltek előtte is, és akkor ezt elvégeztem, utána elmentem főiskolára, aztán indult egy bankári múlt, úgyhogy itt Fehérváron, aztán Budapesten jó pár évig. Úgyhogy ezt követően volt hát szerintem kb. Egy év, amikor ilyen fejlesztéspolitikával, brüsszeli lobbival, egyebekkel foglalkoztam,
És azt követően pedig 2011-ben meg elindítottam az Elit, úgyhogy ez egy Szegeden egy lézerközpont volt, egy kutató, akkor még nem volt semmi, kutatóközpontot építettünk fel kutatókkal, tényleg eszközökkel, építkezéssel, nem tudom, kapcsolatokkal a többi kutatóintézettel egyetem. Az egy nagyon szép 8 év volt, de szó szerint elfáradtam benne, hogy én de minden nap innen jártam le Szegedre, és jöttem vissza, az nagyon, nagyon megterhelte. Nem csak engem, azt szerintem a családot is. És akkor 2019-ben azt mondtam évelején, hogy ebben én tényleg már nem szeretnék tovább ebbe dolgozni, és közben nagyon jó pár vállalkozásunk az elindult, szegény feleségem hátán vitte a szerintem megfeszítve a különböző vállalkozásainkat, és akkor mondtam, hogy jó, akkor hazajövök, és akkor csináljuk tovább együtt, úgyhogy, úgyhogy ez így volt, hogy így alakult, és akkor jött az étterem, és akkor így most itt ülünk. És közben család is van, gyermekek? Így van. Ugye van egy kisfiam, nagyfiam, kisfiam, tehát kinek hogy tetszik, ugye ő Pécsen egyetemista, ő közgazdász, a kisnőm pedig Telekiben harmadikas, úgyhogy ő is valamilyen közgazdasági vénával szeretne rendelkezni, mert szerintem már megvan neki, úgyhogy. És akkor arra a területre szállnod őket, vagy esetleg itt az étteremben is? Teljesen szabadon, hagyom, ők mindig, fiamat jobban érdekelte azért, ha tényleg szoktak bejönni segíteni, mikor még mind a ketten itt voltak Fejérváron, sokszor beugrottak csak tényleg egy picit besegíteni, úgyhogy, vagy a barátaik, a barátnőik is, úgyhogy hiányzik is, hogy most nincs itt. Nem tudom, fiam őt nem lehet eltántorítani nagyon sok mindentől, de ő például nagyon régi épületeket szeretne felújítani, és azokat valamilyen módon hasznosítani. De az egyik vállalkozási águnk az valami hasonló, hogy te próbálunk valamiből sokkal szebbet vagy visszaadni a régi fényét, és szépet alkotni, úgyhogy ez olykor azért sikerül. Uh-huh. Merci. Hát te még nagyon fiatal vagy, vagy legalábbis hozzám képest, de azt olvastam, hogy ugye rád büszkék Dunaújvárosban is? Igen. Ha jól tudom. És azt is olvastam, hogy azért te voltál versenyen. Igen. Már nem is tudom, hogy mikor, 4 vagy 5 éve, ugye mikor ide 18-ba. Kerültem. 18-ban, Malajzián jártál. Igen. Ugye mikor ide kerültem, akkor... Igazából rá nem sokra mentünk Prágába Balázssal, az Adamek Balázsra, ugye én voltam neki a kis segítője, és akkor ugye ott, mivel első helyezést értünk el, úgy jutottunk ki a malajziai világversenyre, ahol egyébként 10-ek lettünk a 16 országból, úgyhogy hatalmas élmény volt tényleg. Uh-huh. Mondjuk Malajziában sokat nem láttam, de maga úgy a versenyélmény az jó volt. Uh-huh. Jó volt nagyon. És kislánykorodtól kezdve már ez járt a fejedben, hogy akkor te főzzél, és a konyhában sertepertéltél, vagy hogy hát, nézett ez ki? Hát változó volt, mert mindig éppen valami mást akartam csinálni, orvos akartam lenni, aztán rájöttem, hogy nem nagyon bírom a tűt, Úgyhogy azt úgy letettem, aztán szerettem volna szakács lenni, csak igazából mindig is sokat segítettem otthon anyának, úgyhogy én nagyon így szerettem tényleg főzni, meg szerettem otthon segíteni, de igazából rendőrnek tanultam, mert... Ez egy kicsit távol innen. Anyáik... Rend is van mindenhol. Féltek tőle, hogy nem fogom bírni, azért egész nap tényleg álló munka, meg nagyon sokat kell dolgozni, és akkor meg volt régebben egy komolyabb gerincferdülés, ami hál' Isten már nem olyan súlyos, és úgy volt ugye, hogy nem is dolgozhatnék szakácsként. Azt nem is tudtam, hogy itt ilyen előírások vannak? Hát akkoriban nekem azt mondta a házi orvosom, hogy azért nézessem meg magamat, és akkor el is mentem, megnézettem, és akkor mondták, hogy nyugodtan dolgozhatok vele, úgyhogy nem olyan komoly, hogy bármi akadálya legyen. Úgyhogy az az igazság, hogy a rendőrszakma nem nagyon tetszett, úgyhogy
mondtam a szüleimnek, hogy ha nem bánják, akkor mégiscsak szeretnék szakács lenni, ha már az volt az eredeti tervem. Úgyhogy azóta meg szakács vagyok. De nem cserélném el semmiért, szóval nagyon-nagyon szeretem csinálni. Bence, nálad hogy indult? Hát mivel mindenki kapásból szakács szeretett volna lenni, én is, ezért gépészmérnöknek tanultam. Úgy röpke 2 évet, de bár a gyakorlati részével nem volt nagy gondom, az nem nagyon ment soha, hogy leüljek, és akkor oldalakat magoljak be, és azt visszaírjam. A puskázáshoz meg lusta voltam. Úgyhogy 2 év után úgy döntöttem, hogy maradnék az eredeti tervemnél. Nagyon nagy szerencsém van, szüleim támogattak amúgy mindenben, és kaptam több segítséget is, hogy Isten igazából meg jó tanácsot. Az egyik jó tanács az volt, aminek a mai napig nagyon örülök, hogy lehetőleg ne szórakozzak 2 éves képzésekkel, menjek el egy fél éves OK-s tanfolyamra. Én ugye akkor már kicsit idősebb voltam az egyetem miatt. Úgyhogy nagyon gyorsan letettem egy fél éves OK-s szakács tanfolyamot, ahol nem sok mindent tanultam. De ennek lett legalább az a haszna, hogy viszonylag gyorsan bekerültem a szakmába. Én ahogy tudtam, el is helyezkedtem, illetve már a tanfolyam mellett kerestem magamnak tanulóhelyet, akkor még én Várpalotai vagyok. Várpalotán egy kis étteremben voltam tanuló, és onnan, mihelyt meglett a szakácspapírom, ugye ez az OK-s, akkor gyorsan elkerültem Velencére. Akkor ott Velencén dolgoztam egy pár hónapot, hát egy nyarat 3-4 hónapot talán. És Velence után a 67-be kötöttem ki, immáron 7 évvel ezelőtt szerintem, vagy valahogy 7 évvel ezelőtt. Akkor még a Herceg Zoltán volt a tulajdonos. És hát megkértem őket, bementem egy próbanapra, látták, hogy a tudásom az valahol a békos egge alatt van még 2-vel, de megbeszéltem az akkori Séfer Volenter Istvánnal, illetve a Zolival, hogy tanulhattam náluk. És hál' Isten, ez a tanulás sikerült annyira, hogy tanuló fiúból sikerült magamat kinőni szakáccsá, majd ugye pár év után is, egy tulajdonos váltás után ugye én lettem a konyhafőnök a 67-ben, illetve hát most már a 67 szigmában. Az igen. Hát akkor ez egy jó példa szerintem arra, hogy mennyit lehet fejlődni, és hova lehet kitartással eljutni. Igen, nálam nagyon, nagyon sokat számított az, látom a karrieremet is, hogy az elején hajlandó voltam áldozni rá, hogy tényleg 3 hónapig, úgy Isten igazából azért dolgoztam ott, hogy tanulhassak. Majd utána se sokkal többért. De cserében nagyon sokat tanultam. Volenter István Séf, ugye, aki most Móron van, és ugye szintén megkapta a Michelin ajánlást, ő nagyon sok tudást adott át nekem, és ebben amúgy hatalmas köszönet tőlem neki, mert ő volt az, aki elindított a pályán. Tőle tanultam meg nagyjából a szakma szeretetét is, és az alázatot, amit érezni kell a vendégek, a konyha, az ételek iránt, és igyekszem ezt a mentalitást továbbvinni, és a jövőben is alkalmazni. Ugye ezt beszéltük itt a műsor elején, hogy ti egy házas pár vagytok, fiatalok még. Gondolom, hogy családalapítás előtt álltok, tehát gyermeket ugye beszéltük is még korábban, hogy terveztek. És akkor arról egy picit meséltek, hogy nálatok hogy néz ki otthon ez az életetek, és egyáltalán a konyha. Tehát, hogy ki főz? Vagy veszekedtek ebből? Vagy hogy? Hát az az igazság... A legjobb kérdés volt szerintem. Az az igazság, hogy a konyhánk jelenleg úgy néz ki, hogy van 2 romos fal, de már van alja. Úgyhogy már van egy beton réteg alul. Na most így néz ki körülbelül a konyhánk. Még ablak nincs benn. Úgyhogy... Most építkeztek. Igen, nem elég ez, még építkeznek is. A válság kellős közepén. Igen. Nagyon jó érzékkel csinálunk amúgy ilyen dolgokat. De, úgyhogy most építkezünk jelen pillanatban.
Hát itt is szüleim segítségét kell kiemelnem, mert most ők szállásolnak el minket, ameddig, ameddig épül a kis otthonunk. De akkor jókat főztök nekik, fogadjunk. Igen. Cserébe hát, igyekszünk jókat főzni és meghálálni ezt. Ez sokan úgy vannak egyébként, hogy a munkát nem szeretik hazavinni, és hogy valaki örül, hogy jó van, azt most már otthon nem kell csinálnom, de hát a főzés az olyan, amit kell, tehát hogy ezt nem tudjátok megúszni, akkor ilyenkor hogy néz ki a munkamegosztás? Vagy te csináld az édességet, te csináld a főételeket? Nem, nagyon változó. Édességet mondjuk nem nagyon szoktam csinálni. Engem pedig elküldenek a boltba. Édességet nem nagyon sütök. Annyival jobb nálam a Merci édesség készítésben, hogy én nem is próbálkozok, mert abszolút fölösleges. Úgyhogy azt rám viszont volt már próbálkozás, ami nem sikerült annyira? Nem, azért. Egy palacsintát sem tudott. Na jó, hát azért azt kikérem magamnak. Ez jó. Kikérheted, de ami igaz, az igaz. Nem, hát ez is fel van osztva, ugye a konyhán van a körepálya, a húsos pálya, igazából külön szoktuk csinálni a leveseket, külön a desszerteket, úgyhogy igazából mondhatni, hogy nem az, hogy ki amit ér, de ugye le van osztva, hogy kinek mit kell csinálnia. Bence nagyon jó ezekben a ragukban, meg tényleg a levesekben, meg az ilyen pörikben. Meg egyébként minden másban, hál' Isten. De hogy visszatérjünk az otthoni főzésre, ha már kiderült, hogy sütni nem tudok, de ezt elég kell ismernem, hogy ez amúgy így van. Otthon javarészt felvált, vagy nem is felváltva, mikor, hogy hozzák a körülmények ki, mire ér rá. Nem szoktunk belőle problémát csinálni. Azon nagy szerencsénk van, hogy mindketten szeretünk főzni, és hál' Isten otthon is szeretünk mindketten főzni, úgyhogy nincsen vele problémánk, hogyha bármit el kell készíteni. Uh-huh. Meg szeretünk a családnak főzni, uh-huh. Szóval tényleg szeretünk nekik főzni, meg sütni. Uh-huh. És mennyire vagytok kritikusak egymással? Van olyan, hogy azt mondta, hogy fú, hát ez most nem úgy sikerült? Vagy nincs nem ilyen? Nagyon szerintem, én nagyon ezek szeretem. Után? Nem vagyunk kritikusok egymásra. Jó, hát sütni nem tud, de nagyon szeretem, ahogy a Bence főz, úgyhogy nagyon jól főz. A sütikben béna, de egyébként főz nagyon jól tud. És ehhez képest egyébként sokat esztek, mert nem látszik rajtatok. Lemozogjuk. Annyira nem eszünk sokat, inkább sokfélét szerintem. Ugye akár benne a melóhelyen is nagyon sokfélét kóstolunk. Azzal már tele lehet lenni, nem? Igen. Az illatokkal is. Mindenféle kóstolással, illatokkal azért az ember tele lesz, és annyit viszont mennyiségben nem eszünk. Uh-huh. Akkor aki diétázni akar, az menjen hozzátok. Igen, azt lehet. Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok és meséltetek, és hát további nagyon sok sikert kívánok nektek. Hát remélem, hogy azért be fogunk számolni egy Michelin csillagról is a közeljövőben, vagy bármikor a távoli jövőben, de tényleg az a fontos, hogy szeressétek továbbra is azt, amit csináltok, és főzzetek a vendégeknek nekünk jókat továbbra is. Én azt kívánom, hogy minél több ilyen Michelines étterem legyen Fehérváron, mert szerintem az még többet adna szerintem az egész városnak. Igen, ez egy jó üzenet. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok. Önöknek pedig a figyelmet köszönjük. A Nálatok Mizut látták, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.